Bár az első héten tapasztalható roham már lecsendesedett, de ezekben a napokban is érkeznek menekültek Ukrajnából, mind az öt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határátkelőn keresztül Magyarországra. A főként nőkből és gyerekekből álló csoportokat élelmiszerrel, szükség esetén ruhaneművel és információval látják el a segítségpontokon, valamint gondoskodnak továbbutazásukról. A betegek orvosi ellátást is kapnak. Kis Csaba Záhonyban és igény esetén Berkeszen végez önkéntes munkát. Nagyrészt gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint amit én egyébként is csinálok a háziorvosi rendelőmbe. Ugye hát nagyon sok idős beteg ember érkezik, akiknek esetleg nincs is gyógyszerük, nincsenek meg a papírjaik. Nekik ugye a krónikus betegségüknek a fellángolása is előfordul, amiatt, mert tehát amin keresztül mennek a hosszú út, a gyógyszerek hiánya, a stressz miatt. Tehát ezeket a krónikus betegségeket, meg ezeknek a fellángolását kell kezelni. Nagyon sokan jönnek ugye különféle légúti panaszokkal, szoktunk azért COVID-fertőzött is találni, de hál' Istennek azért nem tömegesen, de az ilyen egyszerű vírusos, bakteriális felső légúti fertőzések is gyakran előfordulnak, és sokan jönnek kisgyerekekkel, közöttük is nagyon gyakori az ilyesmi. Tehát igazándiból ahhoz hasonló a dolognak a nagy része, mint ami egyébként is történik az alapellátásban. A menekültek nem csak a határátkelés után számíthatnak orvosi segítségre, hanem amennyiben szükséges, később is megkapják az ellátást. Mindenki, aki megérkezik, őket a határon ugye regisztrálják, és ezzel a menekültes státusszal gyakorlatilag ugyanúgy jogosultak átmenetileg a Magyarországon egészségügyi ellátása, tehát ezekkel a dokumentumokkal gyakorlatilag bemehetnek bármelyik háziorvosi rendelőbe, vagy egy kórháznak a sürgősségi osztályára, hogyha olyan jellegű panaszuk van, és akkor ott megfelelő ellátásban részesülnek. Mi igazándiból azt csináljuk, hogy akik ott hozzánk fordulnak, hál' Istennek ugye azért elég széleskörű gyógyszerpalettával rendelkezünk már, gyakorlatilag attól függően, hogy mennyi időre, hová mennek, milyen betegségük van, elszoktuk azért jó pár napra vagy egy-két hétre is látni a gyógyszereikkel, és akkor úgy mennek tovább, és aztán nyilvánvalóan, hogyha hosszabb távon ott kell, hogy maradjanak, akkor ott fel kell, hogy keressenek valamilyen ellátó intézményt. Mint Kis Csaba elmondta, magyar önkéntes orvosok mellett az Egyesült Államokból és Németországból érkezett kollégával is találkozott a menekültek ellátása során.